Új utakon járhatnak a nyírtelekiek, a város több részén új aszfaltburkolat épült. A folyamatos infrastruktúra fejlesztésre a sajátos település szerkezet miatt is szükség van. Elsősorban az útfelújítási programunk kezd révbe érni, 6 utat újítottunk fel, ezeknek nagy része belterületi út volt, illetve ehhez kapcsolódóan van egy előkészített projektünk, ami a külterületi utak felújítására irányul, amely majd 250 millió forint összértékben fogja megújítani az útjainkat. Ez azért fontos, mert Nyírteleknek egész egyedi település szerkezete van, nem csak a belterületi rész, hanem a külterületi rész és a bokortanyák is szervesen kapcsolódnak hozzánk, és természetesen ehhez a megfelelő infrastruktúra szükséges. Az óvodaépületeket is felújították. Itt a Petőfi utcai intézményben egy bölcsödei csoportszobát alakítottak ki, a korszerű körülményekhez pedig egy sószoba építésével is hozzájárultak. A bölcsöde felújítás az ilyen 95 millió forint összértékű volt, viszont ott az óvodát is felújítottuk mellette, mert kettő szervesen kapcsolódott egymáshoz, és ez volt az a lehetőség, amikor nyilván együtt kellett kezelni, az önkormányzati 10 millió forintot saját költségvetéséből hozzátett ehhez. A Belegrádi óvoda tekintetében pedig a gépészet, a belső felújítások, a héjazatcsere, illetve nyílászárók cseréje, két csoportszoba teljes belső felújítása eszközökkel, az pedig 25 millió forintba került, és nyilván akik ott dolgoztak, ott élik mindennapjaikat, ezeket ők mondták meg, hogy mire van szükségük, mi az, amit ki kell nekünk választani, és ennek következtében reményeink szerint olyan intézményt hozunk létre, amely nem csak az odajáró gyermekeknek, szülőknek lesz elfogadható és nagyon jó, hanem az ott dolgozóknak is nagyon-nagyon kezére áll, és ezzel a munkakörülményeik is javulnak jelentősen. Az egészségházra egy korábbi pályázati lehetőségből nyert forrást a városvezetés, a külső munkálatokat azonban csak 2022-ben több mint 10 millió forint értékű önerőből tudták elvégezni. A korábban megépült intézményt a járványhelyzet miatt októberben adták át. A 2023-as tervek között a külterületi úthálózat mellett egy nagyszabású fejlesztés, egy úgynevezett szolgáltató városháza kialakítása a cél. Itt egy központi épületben kapna helyet a polgármesteri hivatal mellett, többek között a szociális szolgáltató központ, a városüzemeltetés, a könyvtár és a konyha is.